Kedves Nemzetközi Judó Szövetség! A nevem Mamira Luca. Egy napon elmentem a szüleimmel a bátyámért a judó edzésére. Régen volt, de nagyon jól emlékszem rá. Ez volt az a nap, amikor beleszerettem a judóba. Szeretném, hogy az iskolában minden korombeli tudjon a judóról. Megpróbálok mindenkit meggyőzni, hogy ez a legnagyszerűbb sport. Mondom a barátainak, hogy egyszer meg kell próbálniuk, hogy megértsék. Nekem, mint lánynak segített, hogy sokkal magabiztosabb legyek. Azt is megtanítja, mi a kitartás, az álhatatosság, a hűség és a fegyelem. A klubomban speciális nevelési igényű gyerekekkel is együtt edzünk. Így megismerhetjük a tisztelet fontosságát, és hogyan lehet másokkal együtt lenni. Sok hazai és nemzetközi versenyen vettem részt, és minden alkalommal az érmesek között voltam. A jövőben hivatásos judoka szeretnék lenni, mint Karakas Hedvig vagy Csenovicki Éva. A következő judó világbajnokság Budapesten lesz. Azért írok, mert nagyon szeretném, ha találkozhatnék a példaképemmel Tóth Krisztiánnal. Ő példakép minden magyarországi fiatal judoka számára. Az az álmom, hogy találkozzak vele, beszélhessek vele, tanácsot kérhessek tőle, és közös fényképet készítsünk. Nagylelkű támogatást és figyelmet ebben a különleges ügyben. Üdvözlettel, Mamira Luca!